videóba, ugye most össze fogjuk rakni a gépet. Ugye erről a kártyáról volt egy kis videó, egy rövid, 8 perces, 9. Igen. Ő nincs megvágva, ezt most egymás után veszük fel. Így van, azért van ugye az a szerelés. Igen, igen. Vagy lehet, hogy minden nap ezt hordom, nem lehet. Hoppa, látni került itt elő. Hát jó kis avarozóvi. Wow. Az muszáj, elengedhetetlen, meg videókárt is kell a gépbe, meg a processzor, meg alaplap, meg stb. Amit a régiből fogunk átrakni. Igen, tehát ez benne. Ugye ebben volt benne, hogy elmondtam, ezt használtam, ezt a gépet eddig. Hát jó. Kondíció igen, van belül, igen. Az van. De tehát ezt most ide lerakom, ezt egy kicsit elreg, ugye ebből ki kell szedni most az utcokat. Igen, őszintén szeretsz gépeket összerakni amúgy? Nem. Nem? Nem. Nem szereted? Nem foglalkoznál ezzel a jövőbe? Hát úgy foglalkoznék vele, de most így amúgy nem annyira. Magad részeire vagy így nem annyira szereted? Hát, nem, mert az a baj, na van vele munka is, meg minden, tehát annyira nem vagyok utána, megcsinálnám az, de annyira nem vagyok érte. Választom volna a csavarhúzót. Mit tudom én. Mert szerintem jó lesz. És akkor kezdjük el kibontani. Ugye ezt csak ahhoz szoktam használni, hogy a tápot meg ide. Nem szeretek nyugodtan az alapokhoz az ilyen dolgokkal, mert egy lehet rossz csinálni mozdulat, igen, egy rossz mozdulat. Nem kerül többbe. Ugye ebben a gépben van egy i5 11400F, 32 RAM, 2.8-as, egy 16-os, ugye egy 8-as kézből véve, mert összerakom majd egy gépet, nekem úgy sincs szükség 32-re, 24 DOS-ig elég lesz. Úgyhogy igen, tehát csavarokat kaptunk ugye az új gépházhoz, úgyhogy ezeket majd maradnak a másikba, ezek a csavarok. Hát a fényviszonyok azok ilyenek. Na tehát húzzuk ki fel akkor a dolgokat, ugye az alaplapról nem szedünk ki semmit. Mert ez minden marad így, csak ugye ami kijön, a tápot, meg a poweres féket, meg ezeket a dolgokat kiszedjük. Ugye ezt majd félek, mert szerintem a másik gépházban is a CPU-nak a... Nem a CPU, de a CPU bedugó, tehát ami az alapjában jön. Ezt azért elég nehéz bedugni, mert messzire igen, van. Igen, igen, igaz. Mert kiszedni is nehéz. Ebből is hülyéskedtem, mire beraktam annyit. Még azt mondta, raktad be, mert be se tudtam rakni. Jaj, jaj, tényleg. Igen, hát főleg, ha nincs kezem hely. Ma. Hát, ez túlzás, egy kicsi, de igen. Na, akkor kihozom mindent, és kiszedjük a kábeleket. Tápol kihúztuk, kiszedtük. Hol vannak a tyúkbenek? A zöld, sárga, kék, piros vezetékek, hol vannak a tábor? A mustársárga, tudod? A régi tápos. Olyan tápos. Ja, hát ez egy moduláris táp, de már ha láttátok a videót, akkor meg volt mutatva. Akkor nézzétek, meg ott van a THCT, meg ott. Bemutatott az az NZXT C650. Hát annyi wattos, annyi. 650-ös. Ott él rajta. Amúgy, ha nem hiszitek. Mit ajánlál, ha például én először szerelnék össze gépet? Hogy mire figyeljek így közben, amíg hát, csavarozol? Én amit tudnék ajánlani, az az ugye, hogy belül, itt amikor szedjük kifele az alaplapot, tehát összeszerelni, vagy átépíteni? Összeszereléskor, hát de csináld otthon. Ez a legfőbb. Tehát, hogyha csináld és legelőször, akkor egy olyan nagy csináld, aki már csinált. Aha. Mert most ez persze attól függ, hogy milyen kategóriát csinálsz, raksz össze. Hogy na, hogyha elbaszódik mégis, akkor 100 ezer forintot, 50 ezer forintot, vagy 600 ezer forintot beszél. Aha, értem, mit mondasz, igen. Tehát arra kell odafigyelni, mikor raksz összefele, tehát a processzorra nagyon. Hogy hogy rakod bele, azon van ugye egy kis nyíl. De hát nem is kell nyilat nézni, mert úgy van minden processzor, hogy így, amikor ugye itt bejön, akkor az írás erre lefele van. Tehát így, az alaplapban. Úgyhogy nem is muszáj nézni a nyilat, tehát az írás az mindig így legyen így lefele az alaplapnál. Tehát igen, utána nagyon kell figyelni, hogy rakjuk be a RAM-okat, tehát dual channel-ben legyenek. Ez például most nincsen dual channel-ben, mert 16-os van, egy 8-as van. Ez azért van,
Mert egyszerűen, hogyha beraktam ezt a 2.8-as, mert az egyforma, ha ezt beraktam dual channelbe, nem indul be a gép. Csak úgy indul be, hogyha 16-ossal raktam dual channelbe a 8-ast. Ami nem dual channel, mert single channelbe fognak működni, de ja, így jött össze csak. Másképp nem akart működni, csavarhúzóval csináljuk bent a gépbe, az alapoknál a dolgokat. Mert ugye el tudjuk baszni, tehát félre csúszik, itt megbaszok valamit benne, akkor az úgy nem lesz jó. Senkinek. Hát, nekem nem. Nekem se, de neked se. Így van. Na ez volt már amúgy rá esett, hogy megcsúsztál és tönkretettél valamit? Volt, de nem tettem tönkre. Aha. De egyszer volt. Igen. Tönkretettem, igen. Az előtti alaplapomat. Volt egy ilyen 6600K. Abba itt, mikor csavartam, ugye itt mennek a... Az USB-nek, nem tudom, hogy látszik a videón, ezek a nagyon vékony kis szálak. Igen, igen, igen. Na és azokat itt megvágtam, és konkrétan nem ment, vagy egy pár USB. Tehát azt hiszem, egy a 3.0-as ment rajta itt. Hú, az igen. Mert azon egy 3.0-as volt, és csak az ment rajta. De a többi az ment, csak az USB-ket basztam meg. Tehát a mikrofon, meg a fülhallgató, meg minden működött, csak a 2.0-as USB-k nem mentek. Úgyhogy nagy baj nem történt, de jó, se tettem neki. Hát nem. Sok gépet szereltél, raktál, összeszedtél szét, építettél át, stb. Egyébként az évek során. Hát szerintem 5-6-ot. 6-ot biztos. 6-ot, igen. De lehet volt több is, de 6-ra emlékszek. Hát szerintem volt az több is, az enyémet nem tudom hányszor piszkáltuk már így. Hát nagyon sok hibával találkoztam én is, meg te is. Hát igen, sajnos ugye, DDR3-os. Mindig régebbi alaplapokat, meg régebbi dolgokat, tehát nem nagyon újakat. Ez volt az első új alaplapom, a második. De amit én raktam össze, az az első új. Tehát volt a legelső gépem, ami új volt, abból volt egy i3-510. Vagy valami olyan i3-310. Uh-huh. Utána volt egy i3-4170, ha jól emlékszek. És utána volt az i5-6600K, és utána meg ez. Az i5-11400F. Azért mutassuk már körbe ezt a lapocskát. Tehát kikerült belőle a lap. A hűtő az nem gyár, igaz? Ezt nem húztam ki. Jó. Hűtő az nem gyár. Nem. Egészen. Ezt általában, amikor lerakjátok, akkor a saját dobozára kell lerakni. De ha nincsen, akkor lerakni az asztalra is. Hát én leszoktam rakni, elvileg nem ajánlott, de én leszoktam. Na tehát, ami itt nagyon nehéz dolog lesz, amivel én még nem raktam ilyen gépet össze, úgy az látom benne a control panelt. Így van. Ami, mert van ilyen RGB és távirányító is, meg rajta is lehet állítani, ugye ez a két sáv is világít, 3-2-3. Meg van benne 3 ventilátorunk. Aha, szépek. Azok is világítani igen, fognak igen. Majd nekünk. Fognak. Kellene. Kellene. Hát én azt mondom, hogy kézzel szoktam mindig. Hát lehet kézzel is. Én azért szeretem. Hát. Lehet egyszerűbb. Egyet leszettem neked, ennyit segítettem, ennyit. Parancsolj, kedves egészségedre. Itt van benne a dolgok, menetek. Azért igen, új gépház, még üveg, a fólia is leszett. Azért nem szedtem le. Ugye üveg. Mit ajánlsz jobban, az üveget vagy a plexit? Üveget, plexi. Ugye és miért? Ezen plexi volt, meg is van még a plexi a régre, de karcolódik. Annyira karcolódik, hogy nem igaz. Tehát már nem is muszáj körömmel hozzányúlja. Ha nem teljesen tiszta a kezed, már az is megkarcolja. Na tehát itt vagyok bajba, itt van annyi kábel, hogy az a eszméletlen, tehát... Hát, ezek itt még egyszerűek, tehát... Hát... Azért az egyszerű része. Egyszerű, azt mondod? Igen. Jó. Hát audio kábelek... De ezt úgy láttam, hogy valahogy hátra így befogott, úgyhogy nem lesz... De mágneses? Mágneses. Hoppálá. Azért van benne egy mágneses, nem tudom. Hát ott van. Nem kell lehúzni olyan fólia, nem volt azon semmi? Nem látszik. Nem. Nem hiszem. Nem kéne legyen. Na hát... igen, ebben vagyok most bajban. Nem baj, lesz egyik hátulját. És akkor megnézzük itt is, ami a helyzet. Ilyes tájsz. Fasza, a mágneses porfogó van rajta egyébként.
van kettő darab 2.0-as, meg egy 3.0-as csatlakozó is, mikrofon, hangszóró, meg ugye ezekkel gondolom állítom a ledeket. A ledeket is. Meg bekapcsoló gond. Ehhez, ez gondolom óra ez led, biztos, egyébként. Így van, igen. Igen, igen. Először azt hittem, hogy a fülhallgatónak lehetne imítani, vagy nem tudom, valami azt látom, vagy azt látom hirtelen. Aha. Hát nem, ezt most benézted, mert nem. Reméljük jobban tetszenek így a videók, hogy arccal és gimbalral veszik fel, még a telefon, ez még a, nem az új. Aha, ez még a Note 9 Pro, de lesz 13 Pro-nk, az már reméljük, hogy jobb lesz egy kicsit hang meg a stb. Hát igen, itt kaptam a dolgokat, ezek nem lényegesek, szállítási, igen. Ha szeretnétek, elküldjük. Igen. SMS-be. Na, tehát találok itt valamit, ami... gondolom, ide hardot lehetne berakni. Oda? Szerintem. Oda így? Szerintem onnan. Befér egy hard oda. Nézzük meg. Befér egy hard, gyerekek. De lehet hardot, lehet amúgy, de olyan, mit tudom. De az megy bele. Ja, befér. A faszt. Csavar nélkül befér, igen. Ja, igen, igen. Ez ja, az annakon. És te fogsz bele HDD-t rakni egyébként? Nem szeretném már? Kinőtted ezt a korszakot? Nem, az a baj. Nem, hogy kinővi az ember a korszakot, hanem annyira megszokod a sebességet, utána egyszerűen rossz. Mert, hát, tehát utána úgy érzed, mint hogyha egy régi géped lenne. Tehát ugyanaz igen. A géped van, ugyanolyan teljesítmény, de viszont lassabb sokkal. És azért az nagyon pofán veri az embert, mikor hozzá vagy szokkal. Hát azt a gépet, ami ott van, azt nem szeretnénk bekapcsolni szerintem. Hát 3-4 perc. Az igen. SSD-vel, M.2-essel, nem Samsung Evo 990-nel. Azzal is. M.2-es. Igen, jó, nem azt mondom, hanem nem is egy legjobb SSD-vel, arra felmondom, hogy a Samsungok az egyik legjobbak, leggyorsabbak. Az Evo-k, ugye? Egy ilyen sima Kingston SSD is azért nagyon jó tudani. 10 másodperc kell kb. Még lehet annyi se, hogy behozza a Windows-t. De úgy látom, hogy arra tudom tenni, hogy össze van kötve a kábelek. Ha igen, hát tehát akkor ide tudom valami eltüntetni. Aha. Szétiszelem szerintem. És akkor felrakom ide hátra. Amúgy nem néz ki nagynak ez a gépház, mint amennyire gondoltam. Az enyém is egy kisebb szerintem így belőről. Úgy nézem, hogy ebbe lehet, hogy jobban, könnyebben bele fog férni a videókat, ez annyiban nagyon nehezen fér bele. Igen. De ebben most bele fog egyetlen menni? Hű, gyerekek. Ajaj. Hűha. Ajaj. Hát... Ez így. Hát el. Nem tudom, most hirtelen. Most hirtelen így nem tudom, mert... Hát, nem is tudom most hirtelen, így nem tudom hirtelen megmondani magának, hogy hát mi van. Hát igen. Lehet, hogy le fog kellene vegyem a ja. Hűtőt. Uh-huh. Megakadtunk. Ja. Hát, lehet, hogy le fog vegyem a hűtőt róla, mert máshogy nem fogunk tudni belerakni. De azt tudod, mivel jár. Pasztázás. Így van, csak nincs pasztánk. Hát de fogkrém. Fogkrém nem jó? Ajánlod a fogkrémet egyébként? Hát azért még a 2000-es években ragyogóan pasztáztak régebbi gépeket fogkrémmel. Lehet fogkrémmel pasztázni, csak... Igen, ez nem csak egy tévhit, hanem ez a valóság. Tehát igen, az működik. Működik? Működik, de hát lehet, hogy még egy FS processzort, még hogyha... Nem annyira ilyen googlezést, meg ilyenre használod, de az 80-90 fok is jó. Az meg szerintem nem tud számítógépet csinálni. Aki csak így googlezni, videózni, az... Nem videózni, nem videót nézni, inkább úgy. Igen. Aki már olyan csinál, mint ami ott van a tévén, az már valószínűleg ért hozzá picit. De nem biztos, mondjuk. És mi lenne, ha én leülnék csak így szimplán ide, és leverném a tápot. Hát erre én kíváncsi vagyok, hogy hogy fog működni, csak az asztal össze fog bukni, ha... Hogy? Hát, megmutatom. Úgy fog összebukni. Nincs rám. A tapéta asztal már nagyon keresztbe állt, mint a szemem.
Ezeket visszadobjuk, ugye kiosztom dátóra. Hány kis pedugó rendszere van neki. Igen. Olyan, mintha egy USB-i elosztó lenne. Hát ugye még rá lehet dobni ezen kívül 1, 2, 3, 4-et. Ó, az még. Igen. Hát mit, minek akarsz? Ja, vagy ventilátort? Igen, ventilátort. Hát, ki a fene tesz a gépbe 7 ventilátort? Nem tudom. Meg minek? Szerinted van értelme 6-7 ventilátornak? Úgy jelentős értelme. Az, aki hogy még több világiszt, meg még többet teszik a gépbe. Azért hát én nagyon maximum azt mondom, hogy 1-2-5-ös. De nincs. De el még lehet, mínuszba, mert több áramot eszik. Ha nincs hát, egy tápod. Ha nincs egy tápod, akkor igen, mert azok azért megeszik a 10-akárhány wattot. Hát akkor szerintem nem olyan előny az. Tehát ezt megnéztem az én gépembe. Abban a ventilátorokat, azok valami 10 wattot fogyasztottak fejenként. Tehát volt benne abban is 3 darab, benne 30 watt. Igen. Hát valami ilyen elképzelésem van. Szerintem jó lesz, most ez hátul úgy sem látszik. Meg hát ezeket még itt el lehet itt rendezni. Igen, ugyan ilyenkor ez problémás. Ez, ne is mondjam. Most nem a feelingem, mint azok már nagyon régi gépek, ugye annál voltak ilyen satakával. Jaja, vagány amúgy. Hát jó, ilyen nagy, ezek nagyon vékony szállal rendelkeznek. Igen, tehát ez a HD Audio, ugye az itt USB. A... USB. Igen. A mikrofon, meg a... Igen. Izé, meg az USB. Ja. Érdemes bedugni őket. Igen, ugye ez is az USB 3.0, tehát ez csak ennek az egynek. Igen. Van. Hát szerintem nem csak annak az egynek, amúgy a hátul többi... nem, ugye, jó, az nem, semmi. Az bocsáss meg, nem mondtam semmit. Ugye találunk itt még egy power esőt, ez ugye a bekapcsoló gombunk. Találunk itt még egy HD ledet. Ugye gondolom ez a gomb lesz, tudjunk innen is állítani a ledet. Ja. Biztos ez össze van kötve hátulóval a control panel-el. Még vannak kábelek, azok nem lényegesek. Hát a gyújtásért, meg újraindításért felelős. Igen. Van nekünk itt egy power led plusz, power led minusz. Az mi? Ezt az egyet nem tudom. Tehát ez volt abban a gépházban is, és abban nem is volt. Van. Abban nem volt ilyen control panel. De ez nekem is van. Nekem is van, ugye? Nem tudom. Nem is szoktam bedugni. Nem? Nem szoktam, hogy te bedugtad? Igen. Szerintem power led plusz minusz, talán például ezek is itt a ledek, itt elő lennének. Ott két led van. Lehet. Az valószínű. Lehet, az. Szerintem az, mert minden gépben vannak ilyen ledek. Régen leragasztottam sárga zöld szigetelővel, hogy ne nagyon világított kéken a szemembe, akkor lefeküdtem és néztem valamit. Gépen is én leragasztottam sárga zölddel, szóval akkor már nem világított. Hát lehet, hogy csak onnan ki kellett volna húzza. Hát igen, de nem volt. Ugye itt van egy bedugónk, meg itt van még egy, és ezek a tápecsének a bedugói. De én most le is tesztelem, hogy nézzük meg gyorsan, hogy mi a helyzet. Ugye ezeket itt most kihúzom gyorsba. Így ide. És csak ráteszem a hátulját. Ha? Ja igen, hogy szerintem bele fog menni. Ja, nem, hogy fog érzékelni. Azt szeretném megnézni. Jó. Szerintem nincs, hogy ne érzékeljen. Rányomjuk. Jó, és akkor próbálj ki ezt a tarébra. Próbíren. Ugye rosszat hoztunk. Igen. Mert el kell tenni érte. Halleluja, testvérek. De nem baj, ne foglalkozzunk. Szeressük. Reméljük ez is rossz. Nem, ez már jó. Ez már prémium német. Na tehát ledugjuk a dolgokat. Elvileg jók vagyunk. Na és akkor ezt pedig most beindítjuk. Ezt úgy kell, valaki nem tudna. Megfogod így a kezedbe, és innen a harmadikba, meg a negyedikbe be kell dugni, és akkor be fog kapcsolni a tápegységünk. Jól mondom, vagy a másik? Így. Hopp, elbasztom. Egy és feles kell használni, de nem baj, foglalkozottak vele. Ja. Wow, de ne egy ilyen kis műanyag, hogy az elem nem merüljön. Na nézzük, itt van. Itt van. De most miként történjen? Hányom meg az offot. Ja, hogy a ventilátorok mennek csak. Ez nem erről ja, irányítod? Ja, azon, na. Csak a ventilátorok. Itt fent a gépázom.
Váltam Audi. Igen. Ez meg, ez csak, de van, ú, de van, várjad, beleülj még. Nem rosszak a három ventilátor. Uh-huh, jó, és akkor off, meg van, várjál, van autó. Aha, dik, jó, oké, okay. Megvagyunk. Igen, úgyhogy egy és fel a skálát használtam, és akkor szépen akkor kellett dugni. A hármas és a négy, várjál, fókusz. Igen, ide. Jól mondom? Nem, ide. De hármas és a négyes. Igen. Ide kell. Ahogy fogjátok magatokkal szembe, tehát ez a része ugye felül van. Igen, így. És akkor igen, így. Tehát ahogy szembe van magatokkal, felülre, tehát így van szembe veletek, és a hármas négyesbe kell dugni. De és egy és feles kábelt aztán, de az pont belemegy. Igen, ez, ez két és feles volt egyébként. Ez két és feles. Hát ezért kell fogni. Jó, ez megvan, oké. Okay. Ez szép és ez jó. Akkor jön jól, mikor van egy tápod, és ugye nincs annyi csatlakozó rajta, tehát én nekem volt egyszer, amikor így oldottam, meg dupla tápa ment a gép, hát lehet, hogy nem tett neki jó. Hát, vagy igen. Nem volt jó megcsinálva, mert kigyúhatott volna biztos könnyen, de nem volt sokáig, egy. Hát mondjuk az magány volt. Tegyük vissza szerintem az asztalt közbe. Azt raktuk be a tápegységet, ami szerintem nem fog elmenni. Miből gondolod? Mivel ott van az a szar. De ne legyen igazam. Azért ugye, mert ez moduláris. És nem úgy, hogy itt van egy, és mindenünk az egész. De be kell menni, de be fog menni amúgy. Biztosan be, a sima. 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 Ez így van megcsinálva. Ettől nem kell. Én jobban a kártyától félek amúgy, hogy be fog-e menni, vagy nem. Hát. És akkor itt meg egyszerűen a négy csavar, ugye? Vagy három, amennyit beletesztek ott, meg arrébb. Négyet lehet belerakni. Hát azért inkább rakjátok be, mint ne spóroljátok ki tényleg, amit csináljátok, mert sokan azért egy csavar és egy csavar alapon nem teszik bele, de tegyétek bele szerintem amúgy. Úgy is beleszrak, hogy helyre, ott fog majd, hogy húzgálom mindig magamban. Persze. Végül is jogos. Most rakjuk be az alaplapot. Hát igen, igen, még az alaplap alaplap, de utána jön a java, a videókártya, ami igen. Hát bele fog férni, de bele fog, nehezen. De nehezen. És ez nem olyan lesz, hogy ezért nem akartam három hűtős kártyát venni. Mert ez egy szivatás, a három hűtő. Ne, két hűtő lehűti a kártyát. Szerintem kifokja, most hagyom a ventilátort, és ameddig berakom lehet. Az alapot. Tehát az előszakot fordulja sokszor, hogyha nagyon meghúzzuk a csavarokat, akkor a gépházból ezek kijönnek. Ezek a kis dolgok, amik kell, le van fogatva. És most is ez történt, ugye kettő ja. Darab is itt volt. Hú, hát egy hányszor az asztrok alaplapon is. Két volt csavarni, mert nem tudom én. Hát, várja. Te a kettő is bennem rakt, ugye kiszedtük szépen. Igen, tehát valaki ilyenkor érdemes, ha lefogja. Patentelt, meg utána belül ugye csavarjátok, de lehet látszik a videóban, meglátom. Most már be kell menjen, amúgy. És igen, bent is van. Van SSD-d, úgy látom. 500 gigás? Igen, 500 gigabájtos. Igen, ott 12. Igen. Napi adobozom 12-t ír, azt hiszem. Magán, hogyha nézed az oldalon, 512-t ír. Ezt nem tudom. Ezt nem tudom alátámasztani sajnos. Most visszarakom a hűtőt, propellert, ventilátort. Igen, összejött. Na, azt visszaraktuk. Ugye akkor most rakjuk bele az alaplapot, kaptunk hozzá csavarokat. Igen, még kaptunk hozzá pluszba ilyeneket, mert ugye itt ebbe a háromba, ide nincsen téve. Hát lehet még egyet ide középre rakok, vagy azért ott a szélén is fogja valami az alaplapot. Lehet, nem hát, igen. De hát a csavarokat nem sajnálták. Hát az nem, az igen. Hát ott biztos van 15. Vagy 20, szerintem 20 amúgy. Á, de most nem tudom kivenni. Hagyjad akkor, szerintem megfogja amúgy. Meg kell fogja. Ha úgyis oda is teszel, az nincs, hogy ne fogja meg amúgy. Tehát ezeket most már nem tudom visszarakni bele, nem baj. Így jártam. És feltétlenül a gép úgy sem sokat utazik, hogy rászkódjon, de középű van ott. Azért itt látszik egy kis gyártási hiba, hogy rosszul lett levágva, tehát ez egy hosszabb csavar volt valamikor. Látszik.
hogy ott le lett vágva. Aha. És szerintem nem is gép, hanem szerintem ember vágta. Oké, mert gép nem csinálna ilyet, no mindegy. Jó, az nekünk jó, szeretjük, szeretjük, ennyi pénzért szeretjük. Nem kell tudom ezt a trakjam. Igen, és most kiszedni meg az alapból. Ezt szeretjük. Ha jól érzem. Akkor a szívás lesz, de hát... Kiszedtem. Jó, hát ki a ventilátor meg én. Ez az, akkor már legalább ráteszünk többet is. Na most akkor belerakozod a talpokat, mert ugye ez kijött, mert ugye azt a gyári hibás csavartam, amikor azt raktam bele. Nem gondoltam, hogy kiszedi, mert nem fog belekapni. Tehát ide raktam be most még egyet, és még ide rakok egyet. Tehát ez csak annyi az egész, hogy ugye nincs belerakva az alaplapunk, megfogjuk és belecsavarjuk. Ha nem megy kézzel, igen, akkor... ott vannak a lyukak ugye, igen, azokba is akkor bele. És akkor mivel szokták ezt egyébként? Hát ez például nagyon nehezen kapott bele, akkor csavarhúzóval meghúzzuk. Hát ahogy ez valami patent fogalva. Patenter, igen. Nem tudom, valami 3-as, 4-es csavar, tehát csavar húzóval is meg lehet, de... Hexagonnal, vagy fintom, mire gondoltál? Ne, hát a rendes, amivel meghúzzuk az anyákat. Jaj. Csak... Jaj. Az nem nagyon csavar húzó, de... Nem, hanem... Kulcs. Kulcs, igen, kulcs. Kulcsra is meg lehetett volna. De most... De a patent is jó, méretre állítható, már mennyire. Melyik a sajátod, akkor a sajátod, de a máséba inkább így kell beleraktál, mint a sajátomba. Azt mondod, hogy a máséba pont, hogy érdemes egy kis pár. És összegyűlnek azok a csavarok. Hát így szokták. Hát de szeretjük, azért adtak ennyit szerintem, mert kurva hibás volt. Egyébként mutatom nektek, ameddig csavarozik a kollega, hogy itt nálunk a stúdióban ilyen állatfajokkal is lehet találkozni. Fókusz az a tévébe maradt, hát ekkorák, tehát ilyen szúnyog, mint a, hát, gyerekek, mi ezt hasonlítsam, ameddig meg nem csíp, fenn van. Van, van mérete. Van, megsimogattam. Szép. Szép példás, Szoboszlaim ezen. Folytatjuk. Hogy állsz a csavarással? Hát, Őszintén megmondom, én unom. Jöhet a ventilátor, jöhet a videókártya, jöhet a... Szerintem a ventilátort még a videókártya után. Jó. Most először ezeket kötném be. Uh-huh. Nem tudom, mondjuk ha lehet, hogy a videókártya után kellene, csak akkor azban nem fog férni. Na hát igen. Akkor szedjük közben most. De akkor utána meg nehezebb lesz a videókártyát berakni, beforgatni. Nem? Szerintem nem sokkal. Nem? Nagyon átmegy. Hát ezek úgyis megpróbáld itt átvinni. Lent akkor úgyse zavar. Szerintem. Jó. Igazából lehet úgy is, hogy akkor így talózom. Felállítom most már, fel lehet elvileg. Gyakorlatilag nem biztos. Elhozok itt a hátul. Szerintem leveszik a sor az elejét. Ezek ilyen, ez ilyen pattintós, mindegy. Azért ne nagyon cibálják, mert ugye kábelek azok ott van, amikor elég rövidek, és ki tudjátok tépni őket nagyon könnyen. Igen. És azt megcínezni, hát izgalmas. Sztori ilyen vékony kábeleket. Kábelek, vezetékek, akarom mondani, elnézést. Hát szerintem olyan nagyon nagy szakép biztos nem nézik a videót. Lehet, hogy nem nézik, de ha nézik, akkor kábel az ott kábel, ugye, de ezek vezetékek, mind. És ezt hozzam itt, és mondtam itt alul be. Ha? Őszintén megmondom, hogy erre a kérdésre nekem fogalmam nincs, hogy mit válaszoljak. Tehát komolyan mondom, hogy nem tudom. Az, hogy annyi faszom kábel van, hogy ezeket nem szeretem valamiért. Én szeretem a világit. De mikor annyi kábelt kell húzni, azt nem szeretem. Tehát ez gyakorlatilag úgy jön ki, hogy szereted, ha van pénzed, csak nem akarsz dolgozni. Hát... Ez úgy is ki, jöhet ki amúgy, tehát... Á, azért nem. Van különbségüket. Van, de ez egy példa volt. De elég rossz példa. Hát most rossz példa nincsen, csak jó példa. Na, tehát ebben kész vagyunk, úgyhogy visszarakjuk a gépház elejét. Visszapattintjuk. Hát igen. Kaput. Jó. És akkor most visszafordítjuk a gépházat.
Tehát a kábeleket áthúztad, úgy, ahogy tudtad legalábbis. Hát, valahogy áthúztam. Ugye itt kimentek, itt talán bejöttek. Legfőképp azért, hogy majd próbáljam meg berakni valahogy jobban a videókártyát, könnyebben. Hát, amit legfelőkeltet volna kivigyem, de nem kell foglalkozni vele ilyen apróságokkal. Magamnak csinálom, másnak csinálom, akkor elvinném. De nem baj. Na, szerintem kezdem a 3.0-as USB-vel. Lehet, most kényben berakni a kártyát. Hát utána meg akkor nem fogsz ezekhez olyan könyv, hogy fogod ezeket itt tenni. Mikor a kártya is ilyen vastagon itt van. És akkor te meg itt mellette így. Jó, hát akkor oké. Okay. Dugd be. Na akkor hova kell dugni? Ugye ez a legfontosabb kérdés. Igen, kettő közül nehéz választani néha, hogy hova dugja az ember. De ez esetben ugye több a választási lehetőségünk. Jóval több. Jóval több, mint kettő. Ha vagy három. Megvan. Hát... igen, nem kellett volna ide hozzom, mert konkrét ezt ide kell. Akkor visszafordítjuk, kihúzzuk. Erre mondják azt, hogy először ugye eltervezzük, mit akarunk, utána cselekszünk, de egyeseknél ez fordítva van, szóval akkor általában akkor szoktak ilyen problémákba ütközni. Ugrit terveztünk. Megtörtént. Szóval megint is ide vagyunk. Itt meg kell nézni, itt van egy kihagyás. Tehát így ja igen. Ez tényleg meg kell nézni. Látszik, hogy ott nincs egy, tehát így. Ezt azért van, hogy máshogy nem tudod bedugni. Ja, effektíve. Igen. Már akkor széjjel kell barmolnod a tüskét, tehát ezek nagyon egyszerű dolgok. De ezekre oda kell figyelni. Mert nagyon könnyen el lehet basszani. Ja, tehát próbáld feszgetni egy kicsit, és már meg is történt a... Na azt, és azt visszaállítani, esetleg csipesszel valahogy, hát nehezen. Hát azt, ha kitöröd, akkor hogy? Nehezen. Hát akkor már csipesz, az felejtős. Hát nem lesz a legszebb, az biztos. De ezt is szerintem ki fog kell venni. Mert tudom, nem fogom tudni bedugni megint a kábeleket. Uh-huh. És hát is szerintem ezt se rakom vissza. Hát azt ne is, azt ne is. Na hát így állunk, hogy állunk. Tehát be van killódva a gép. Ugye pár dolgot, ezeket a Power LED plusz-minusz, meg a Power LED HD, meg a Power Asset, ezeket nem tudtam bedugni, csak a Power SV-t dugtam, mert azt tudtam, hogy hova kell. Az a baj, hogy ezen az alaplapon csak van egy terület, ami JBF1, tehát nem írja mindenkit, hogy hova kell, mert ezt a kézikönyvében lehet megtudni. Hogy mit hova kell, hogy a kézikönyvben nincsen áll, de engem ezeket nem is nagyon érdekel, ugye újraintani a gépet. Újra tudod intani akár a... De sok mindenfele újra lehet intani, ugye sose szoktam használni. A Power Asset-et, ugye a Power HD, azt gondolom ez a kettő kis LED, aminek megint nem látom értelmét. Úgyhogy ezeket nem dugtam be. Szerintem sokat nem veszitek vele, ha nem dugom be. És akkor szerintem most rárakjuk a hátulját. Először. Ami nehéz lesz szerintem. Hát ez lehet mondjuk itt nem lesz jó helyt. Nem tudom, ez leér idáig? Aha, hát lehet, hogy leír. Mi ennem engedi annyira? Ez itt fut. Ez úgy jön. Jó. Megvagyunk. És akkor nézzük meg. Hogy fog menni. Hát ugye, előre félek. Szerintem simán rámegy amúgy. Nem. Szerintem nem. Az igen. Simább, mint kéne. Hát, figyelj. Leszorítod és már jó is. Na hát ugye ez a kártyának fog kelni, és akkor most jön, ami még nem volt. Hú, gyerekek, na most jön a kaka a palacsintába, ahogy mondani szokás. Azt valahogy így majd, áj, nem lesz jó. Már ez nem lesz jó. Már félünk, jön az áldozat. Szerintem be fog menni amúgy. Okosan. Á, simán. Csak majd menj arrébb egy kicsit valahogy.
Hát igen, nagy dög. Elég nagy dög. Valahogy be kell killaudni. Ó, megvan, meg lesz. Meg. Ha meg lesz. Csak hát ugye a kábelek is minden az ilyen ott tesznek, hogy be van dugva. Ezt le kell szedni amúgy. Ezt? Igen. Igen. Fú, azt szedtük le. Nem tudom, hogy ki fog jönni innen. Most már. Ki kell jönni amúgy? Csak feljön. Aha. Felcsúszik, akkor jó. Ha, simán belefele nem is kell leszedni. Azért nem olyan vészes ez, hogy nem fér be. Kicsit túl gondoltad te ezt. Oh. Oh, ezeket sem törtem ki. Az vészes. Ezeket gyerekek mindig ki kell, amennyi a kártya, ugye, ezeket ki kell törni. Tehát ezt ne törjétek ki, meg ezt. Hát ezt sem. Szerintem ki kell itt hálomot, hogy kettő elég lesz, hogy attól függ, hol jön. Kettő hálom, de nem mindet kell kitörni, mert akkor por jobban fog bemenni a gépbe. Még jobban, azért csak fog valamennyit. Tehát azt nem feltétlenül. Na, ez baj. Ez baj. Ez most mind baj. Ki kell killódni. Ja, hogy szerintem mi lenne, ha már készítheted. Mindig gondolkozzatok előre. Hát ezt amúgy egyszerű kitörni, csak ennyi. Csak vigyázni kell a dolgokra. Hát az alapnapra is, meg a kezetekre is vigyázzatok. Nem tudom, inkább hármat. Én szerintem hármat török ki most. Nagy baj, nem lehet belőle, a több megy ki. Na de ez ne így, nem baj. Hogy? Ja, igen. Jó, akkor ez maradhat is. Úgy is nehézett volna a kis szartól. Jó, menjen vissza. Megint. Na, most jön, ami még nem volt, ugye, ahogy mondtuk. Ilyenkor érdemes a kártyát fejjel lefele is tenni, hogy utána észrevett, hogy hoppala. Belrejtettük, csak nem jó, van betéve. Az is érdemes egyébként. Bemegy azért nem olyan nagy kilóvás. Jobban bemegy, mint a másikban. Az azért belemegy ez. Kicsit nagyobb ez a gép az. Nem sokkal, egy kicsit. Másolt is kellett mondani. Igen. Igen. Még hozzá szerint, hát nem. Ennyi kell. Szerintem kell. Ennyi kell. Portok. Itt ezek a lényegek. A bedugó részeket, hogy tudd elérni majd, mert a rástól. Nem tudod, azért kell kitörni amúgy. Szóval, ja. Ugye kattanásig mindig, és már benne is van, ugye lehet láttátok a videóban, hogy ott a kis puca bekatta, amikor veszitek ki, akkor nagyon fontos, brutál fontos az, hogy azt a kis pucát visszahúzzátok, azaz lenyomjátok egyszerűen, csak le kell nyomni, mert nem, akkor én is csináltam már ilyet, az első kártya kiszedésemnél, hogy egy-ezegben kicibáltam vele együtt, tehát kitörtem, ugye ezt szerintem TV barátunk emlékszik is. Arra az áldozatra. Igen, az jó volt. Tetszett, csak nézd, hogy hol van a puca onnan. Én megmondom, hát most ezt így hirtelen nem is tudom. Ugye most a visszaszorítás, meg barátai. Ja, meg még nem tettük rá azt a kártyatartó gezit. Igen, azt majd a végén. Azt a legvégén. Hát innentől már nincs hol messzire a vége. És még a hűtőt csak kellett leszedni. Ez plusz pont. Hát ez egy ilyen három ujjas. Hát, 3,5 ujjas sztori, ilyen én ujjammal, amik nem legvastagabbak, de nem is a legvékonyabbak a Földön. Hát nem lesz a legszebb, de nem is arra megyek most, hanem hogy... Hogy először működjön, meg álljon össze. Igen, mivel már elég sokat szokottunk oda máma. Úgyhogy... Ha nekem az a lényeg, hogy működjön. Jó, azok benne vannak. Így, hát elvileg, de még ezt gyorsan vissza kell adjunkni. Hát meg a hűtő fenn van.
akkor gyakorlatilag szinte ennyi, igaz? Minden be van dugva? Hát, igen. A laplapi 24 pin be van, hol minden. Tehát akkor most van... Ventilátor, CPU, az is, minden. Ugye ez megint mágneses téma. Hát az vagány. És akkor állítható azzal a kis görgővel? Igen. Ezzel kitekerjük, beássuk a magasságot. Tehát ez nem tud kihúzni véletlenül se. Aha. Remélem, hogy elhagyjuk, vagy ne tudjuk visszatenni. És akkor ez... És akkor csak egyszerűen így jól teszed. Én úszottam egy kicsit, még inkább fentebb is nyom. Inkább nyomja fentebb egy kicsit a kártyát, mint hogy a kártya csüngjön. Így. Meg volna. Elvileg működni is kellene. Ezt hát valahogy érdemes oda tenni úgy, hogy a ventilátort érje. Tehát ezt úgy oda tenni legalább ide, a ventilátorhoz. Szóval oda a propeller, hogy ne tudjon elforogni és égjen le a ventilátort. Tehát erre is figyeljetek, hogy úgy tegyétek oda, hogy biztos leégetni el, hogy ne. Vigyázzatok arra, hogy mit holtasztok. Kábelek ugye ne legyen így, felakadva a hűtőre, mert bekapja, elszakítja. Ezekre kell figyelni. Ez ugye elég elegáns, hát ezt most meg lehetne oldani. Az szépen, nem de... lehet, próbáltam. Nem érik körül a hűtőt ezt. Aha. Hát úgy, szerintem... Én meg ide, ha ide rakunk, meg ide bekapja, úgyhogy muszáj itt legyen. Hát én leszedném még ezeket a fóliákat a hűtőről. Van rajta? Hát van rajta a kártyában, nem? Hát... Nincs. Nincs rajta. De érzem van. Ezeken van minden. Ezeket is érdemes leszedni. Nem láttam ezt a példát. Semmi baj a tőle, de inkább legyen leszedve minden. És azon is van még egy. Azt húzzam. Hát igen, csak az én kis kezemmel semmi könnyebb. Parancsolj. Hát akkor szerintem összeállt, úgy ahogy. Úgyhogy szerintem rakjuk vissza az oldalát. Azon is van. És ugye húzzuk a szart. Szépen megmondom magyarul. Ezt a szart le kell húzni. Érdemes mindig a sorkánál kezdeni. Úgyhogy itt meg is van kezdve. És akkor egyszerű mozdulattal az oldalán úgy is úgy marad, azt majd külön kell. Lehet cibálni, vagy lehet egybe is húzni vele. Vagy a hátán van, bocsánat. Még a másik oldalán is van. Biztosra mentek a fiúk, hogy nehogy... Hát, már a sorokat elbaszták. Akkor legalább ez legyen jó. És közeket itt elmondom. Ilyen tiszta. Azt a még ilyen tiszta. Nem sokáig. Az biztos, hogy nem sokáig. De tiszta még. Érdemes nem összemaszatolni, mert... Hát csúnya. Annyi. Csúnya. Csúnya az üveg összemaszatolva. Hát én amúgy ezeket, amiket most beletesz, Tibi, azokat én kézzel szoktam, nekem nem szoktam ilyet használni ilyen... elektromos csavarhúzót, de kihúzom vele. Én nem húzom meg nagyon, hanem éppen csak addig, hogy álljon meg. Itt egy picit megszabad, akkor annyi. Ennyi. Nem szabad húzni, főleg így most üveg van. Túlhúzom elreppen. Megmegy a menetben, de... Hát akkor kész a múlnánk. Nagyon fura még, hogy ilyen átlátszó zöveg. De megmondom sokáig. Így van. Akkor próbáljuk ki. Szerintem. Próbáljuk. Itt most fog robbanni a gépezet. Ha az állat van, akkor ez most kiderül. Nézzük meg. Én nem merném begyújtani, őszintén megmondom, de már be is van. Ő automata hangvezérelt. Ninja! Japó! HDMI 3-on befogott jel, így van. Úgy látszik, hogy jó lesz a dolog. Hát gyerekek, világiszta, amilyen kell, ugye... Jaj, nem tévé jelnézést, kérünk. Működnek. Működik. A ledek nagyon szép, nagyon színes. Jó. Gondolom vannak fix pozíciói is. Úgy legalábbis csak remélem. Hú, ennek mindenféle van. Na jó, az is színváltós. Zöld, piros, na azt szeretjük mi a pirosat, és így már teljes a szett. Ugye képet kaptunk,
Így van, már ott is van. Hát nem gondoltam, hogy egyből fog működni, de még nem biztos, hogy érzékelte a videókártyánkat, mármint a rendszer. Beírjuk a PIN kódot, ami nem más, mint ez. És üdvözöljük internet nélkül. Itt látható minden, reméljük nincs ott semmi olyan, amit nem kellene ott legyen. Hát úgy nézem, hogy nincs. Így van, nincs gyermekpornográf tartalom, nincs semmilyen olyan dolog, csak egy lomtár, az ott van. Egy 3.0-as és a 2.0-as is. Ez egy jó hír egyébként. Igen, igen, igen. Hát így néz ki, működik a rendszer egyébként, színváltós, de az távirányítóval ugye ledek a ventilátorokat azt tudjátok állítani. Egészen pofás, ott világít a videókártya. Nem is olyan rossz, amúgy. Nem rossz a gép. Vagány a kártya, csak mit, én szerintem nagyobb gépházat vettem volna, már abból kifolyólag is. Azokban nagyobb gépházak egyhogy drágább volt. Hát, tehát kb. Ilyen 50.000 forint lett volna. Azt a kurva, igen. Annyit nem szállok rá, tehát azért vesz egy alaplapot. Annyira vettem az alaplapot. Hát igen. Nekem annyira volna egy gépház, tehát azért annyira nem vagyok kitömve, hogy olyan gépházakat vegyek. Úgyhogy igen, még majd látni fogtok ide a stúdióban egy room tour, de azt. Egy gép, igen, meg itt lesz majd egy másik gép. Tehát... Itt lesz még egy, meg három gépet rakunk össze. Egy pipa, jön oda egy, nem ez csak itt van. Meg még lesz, tehát lesz még. Stúdió tour, szóval itt vagyok, itt is itt vagyok. Szerintem megtörtént, tehát akkor ha esetleg gyorsan elmondod, hogy mi is van a gépbe pontosan. Hát, még utoljára. Ide feltesszük az asztalra, és akkor áruld el, hogy mi van ebbe a veszélyparipában. Fogd meg szerintem, mondd meg, hogy mit szólsz hozzá. De így a súlyához. Fogd meg. Na, csak akkor én megfogom, de lehet összeszarom magam. Hát csak nem. Láttátok a legyet? Kondícióval. Na nézzük. Hát amúgy van súlya, tehát hát nem minném el 10 km-en keresztül. Far nehéz, inkább a segge nehéz. Hát 10 kiló lehet nincs, de van egy pár, az biztos. Magánynak magánya lett szerintem benne. Kártya nekem annyi, hogy túl buzi, nagyon nagy darab. Na, szeretik ki. A puják. Szeretik a puják, de nem tudom, olyan nagyon hatalmas néz ki egyébként ez a videokártya. Ebben a házban, tehát egy jó, nagyobb házat meg el tudtam volna képzelni talán, de szerintem ennyi lenne az a videó. Röviden ugye ez egy RTX milyen kártya volt, vagy RX? Vagy RX 7800 XT 16 GB-os. Ugye szoptunk vele? Volt szopás, vagy szoptam vele? Hát ki kellett venni egyszer, ugye, hát a Silent Mode azt amúgy nem kapcsoltam be rajta, de nem is kell, mert nem melegszik annyira, hogy hangos legyen a kártya. Tehát ez alapból, ugye, mint az új videókártyák, nem is forog, hogyha nem megy fel, mint tudom, 30-40 fokra, akkor egyáltalán be se kapcsol. Azt hiszem, ha felmegy 40 fokra, akkor még csak a középső kapcsol be, nem megy akkor sem mind a három, és akkor 40 fok felett, meg azt hiszem már megy mind a három. De azok is még először ilyen lassan, tehát nem kell félni attól, hogy hangos lesz, de ha végig is valakinek hangos, akkor be lehet kapcsolni rajta a silent mode-ot, ugye akkor visszavesz a teljesítményből egy kicsit. Azt hiszem, hogy lesz hangos, tehát akkor a táp az egy NZXT 650. Igen, az alaplap az tudom. Egy MSI Mach B560 MK. Nem, B560 MK torpedó, igen. Prozink az egy I5, 11400 F, igen. Nem F-es, F-es. F-es. Ebbe a labba 10. és 11. generáció megy. 1200 szokat. Hát nem ajánlom alapot. Én nagyon olcsón jutottam hozzá, de a mai ára nem éri meg. Tehát egyszerűen nem. Hát lehet megéri, csak az a baj, hogy akkor már inkább egy új generáció éri meg ez az ár kategória. Tehát akkor már igen, inkább vegyetek egy 14. generációs alaplapot, szokettes generációs alaplapot, de ha véletlenül ugyanezt akarjátok venni, mert nektek elég ez, és akkor mondanám, hogy vegyétek ezt, csak az a baj tényleg, hogy drága. Nem vettem volna, és nem lett volna akciós. Tehát megkaptam olcsóbban, és ezért lett ez az alaplap. És ugye le kell cseréljem a hűtőt, de a gyári az egy szar volt, nem pászolt rá normálisan, tehát voltak vele bajok, 100 fokot is elérte, egyszer volt, hogy ki is kapcsolt a gép, hogy túl ne melegedjen,
el ne olvadjon, úgyhogy nagyjából több minden nem tudok elmondani, nekem a gépház az tetszik, amúgy megmutatom, hogyha szeretnétek ilyet venni, akkor ez a neve, Zerg Midtower Case Gaming, tehát így első ránézésre nekem nagyon tetszik, nincs valami bajom, könnyebben belement a videókártya, mint a régibe. A régi az azért egy kicsit kisebb, mint ez. Nem sokkal, nagyon kicsivel, de kisebb, mint ez. Na tehát ennyi lett volna ez a gép összeszerelős videó, remélem minden nem mutattam, hogy csak keletett. Én is remélem. Te is? Én is nagyon remélem, szóval köszönjük a figyelmet, köszönjük. Ha tetszett a videó, akkor hát most mutatnám, hogy hova iratkozzatok fel, de oda nem tudtok, de egyébként itt van a videó alatt a feliratkozás gomb, azt verjétek be. Egy lájkkal, ha mutat az operatív, nem tudom, miért nem akar mutatni. Egy lájkkal jelezzétek, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és kommenteljetek nyugodtan nektek is hasonló a setupotok. Köszi a figyelmet, skacok! Sziasztok! Sziasztok!